volt egy amplitudója ennek a mérkőzésnek. 3-1-nél gondolom én nyugodtabb volt az újpestiek trénere, meg nyugodott ő is, vagy talán túlságosan a csapat? There was a period when we led 3-1. It was the problem maybe that we became too calm in the game. Yeah, we thought that the game is finished and we start thinking totally differently and totally start playing something what we didn't until that moment, until third goal. Then we start trying to make something funny or I don't know, I don't understand. But that's what I said for this team. In this game also we saw that we can play on high level and also that we can think like third league team and we are learning, but I hope that soon they will understand and that our performance will be awarded by the points. That's what we are missing. Igen, valóban ez történt, ugye a harmadik gól után teljesen megváltozott a játékép, megnyugodtak a játékosok, elkezdtek valami olyan performance-t előadni a pályán, ami nem volt rájuk jellemző. Talán néha vicces jeleneteknek is szemtanúi lehetünk a mérkőzésre, és innen jött a 3-3. A mester szerint nagyon fontos, hogy ezt meg kell értsük, hogy ilyen helyzetekben is ugyanúgy kell játszani. Ma megmutattuk, hogy nagyon magas szinten vagyunk képesek futballozni, csak ez a gondolkodásbeli probléma, ami akár egy harmadik ligás csapatot is jellemezhetne, ez újra előjött, ezt meg kell tanulni, ezt a fejbe kell vésni. Ha ez meg lesz, remélem mestere hamarosan, akkor ez pontokban is meg fog mutatkozni. Köszönöm szépen az értékelést Nebojsa Vignyevicsnek, és Tomás Doll is érkezik ide. Hát ha hatalmas kapaszkodás mutatott a Ferencváros, ugye, hogy 3-1 után 3-3 lett a vége. Was für ein Spiel und was für ein Comeback von Ferencváros. Hätten Sie gedacht nach 1-3? Ja, ich denke, wir müssen schon unseren Jungs ein großes Kompliment machen. Nach dem 3-1 ist das dritte Spiel in einer Woche, dass wir so wieder zurückgekommen sind. Das ist klasse. Mit welchen Sachen sind Sie zufrieden und wo sehen Sie noch die Verbesserungsmöglichkeiten für Ferencváros? Ja, wir bekommen einfach zu viele Gegentore. Wir haben wieder 3 Tore geschossen und haben 3 Gegentore bekommen. Ein Handelfmeter ist wieder dabei, den hatten wir vor 2 Wochen schon gegen MTK. Da müssen wir einfach besser werden und cleverer werden. Das ist zu viele Gegentore diese Saison. Dankeschön. Köszönjük szépen az értékelést Tomás Dolltól, aki elmondta ugye arra a kérdés, hogy gondolta-e volna 3-1-ről, hogy meg tudja fordítani, vagy hát, hogy vissza tud-e jönni a mérkőzésbe. A Fradi azt mondta, hogy hát azért bízott benne, nagyot küzdöttek a fiúk, hatalmas teljesítmény volt az, amit a második félidőben mutattak, és hogy miben lehetne még fejlődni. Arra azt mondta, hogy természetesen a bekapott gólok számát kellene csökkenteni, azokat a találatokat, amelyeket az első lőtt gól után mindig kap a Ferencváros, hogy rendre kap ezeken a mérkőzésekben, tisztában, pontosabban kell játszani a Ferencvárosnak, és akkor még tovább viheti.